Szevasztok, srácok! Csipi vagyok! Itt vagyunk újra egy Flash Player SBC-nél Ugye ez a harmadik, ami most így a FIFA 18-ban a Black Friday-hez kapcsolódik Igazából ma már Cyber Monday van, ugye? De itt találjuk ezt a... Sansónét itt a Black Friday-es sbc között Tehát nincsen külön Cyber monday kategória Na hát ez egy LF kártya, ezek elég ritkák szerintem ezek az elefi játékosok. Elég jó kis kártyának tűnik egyébként 85-ös pész, 85-ös lövés, 80-as passz, 80 pass, os drive, 70 os fizika, még az is egész jó. Szóval ez a harmadik ilyen SBC. Ugye volt már egy olasz ligás, egy angol ligás, most itt van egy spanyol ligás, tehát még azért várható egy francia és egy német ligás, szerintem legalábbis még lesz kettő ilyen. Elvileg így kéne lennie, hogy minden nagyobb ligából lesz egy ilyen játékos. Úgyhogy akkor elvileg még hátra van a Bundesliga, meg a Liga 1. Úgyhogy nézzük meg, hogy ezért mit kértek. Kicsit szopatos volt egyébként, mert kell bele egy olasz játékos, és akkor kell bele egy La Liga Santanderes, tehát spanyol egyes. Egy ligából max. 3 lehet, mindegyiknek aranynak kell lennie, 5 darab eljátékos, és ki kell jönnie a 95-ös csapatösszhangnak, Hát mi ezt spanyolokból csináltuk meg, lehet, hogy van erre olcsóbb megoldás is, mi ezen a vonalon indultunk el, a spanyol vonalon. Ugye van itt három spanyol egyes, itt van egy német egyes spanyol, itt van ugye angol egyes, még egy angol egyes, két portugál, egy spanyol kettes, egy görög ligás, meg még egy angol egyes, tehát maximum ugye ez a három, ami egy ligából, az ugye három van az angol ligából, és három a spanyol ligából, kettő a portugálból, egy a spanyol kettőből, egy görögből, egy pedig ugye a német ligából. Ör, nekünk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 játékosunk volt klubból, tehát mi kaptunk plusz 8 Loyalty Chemistry pontot. És hármat kellett vennünk. 700 1670-es, hihetetlen. És 500-ban azt lesznyájpingoltam. Szóval, ha ezt így mind megvennétek, transferről, akkor nem jönnek a chemistry, mert 2, 4, 6, ugye 8-szal kevesebb lenne, tehát csak 91 lenne loyalty nélkül, viszont hogyha ezt átalakítjátok, akkor az 1 az ez itt ad 2-t, 3 4 et 5-t, tehát elvileg még úgy viszont már kijön, nem? Hogyha átalakítanánk mindenkit. Tehát hogyha tudod, 91 lenne, hogyha nincs senkinek loyalty-je és akkor ugyan pont 90-96 lenne, hogyha mindenkit átalakítotok. Tehát, hogyha ezt így megveszitek, akkor kell egy pár átalakító. Tehát ezt itt át kell alakítani RV-be, ezt itt RV-be, ezeket pedig cm és akkor úgy is ki fog jönni egyébként a 95-ös chemistry, de mivel nekünk meg volt jó pár játékosunk klubba, ezek a zöld pajzsosak, így nem kellett a loyalty igazából. Mert nem kellett az átalakító, mert volt loyalty és ugye eznek a háromnak nincsen csak loyalty-je. De hogyha minden pakból veszitek, akkor át kell őket alakítani a cdm CMM, ezeket pedig mondom elemet és az elemet LVV és LMM. Na hát erről ennyit, nem volt egy könnyű, mire ezt így kiokoskodtuk, meg hogy minél olcsóban jöjjön ki a dolog, úgyhogy nyomjuk is el. Természetesen faszán be van még glitchelve a játék, tehát nem látszik a Flashplay SBC-nek a logója. És akkor Nikola Sansone, a miénk 82-es LF kártya inform. Nézzük meg, hogy milyen. Három csillag, három csillag, médium, médium. De szerintem ez egy egész jó kis kártya azzal a kis pornós bajszával a fickó. Úgyhogy mehet is a klubba a srác. Srácok, ennyi lett volna ez a flash SBC, de ugye hamarosan jön a következő, egy másfél óra múlva. Azzal is jelentkezünk majd, és terveink szerint az összes éjszakait meg fogjuk csinálni. Tetszett, dobd egy lájkot, iratkozz fel csatornánkra, Csipi voltam, szevasztok!